Sziasztok, Gulyás András vagyok. Még a kertünkből nem jelentkeztem be idáig, és remélem itt jók a fényviszonyok. Hát nem tudom, hogy a hangom így jól hallatszódik el. Most már kicsit kijöttem a szobából, és most itt a szabadtéren megpróbálok ismét egy videót összerakni. Hát még a pénzügyeshez annyit hozzátennék, hogy a pénzügyi dolgokhoz kell a kapcsolati tőke, anélkül nem fog működni, ha nincsenek az embernek kapcsolatai, akkor a pénzügyi dolgait megette a fene, ha vannak jó összeköttetések, azokat lehet csinálni, szóval működni fog, ez nem kérdés. Amire vissza akartam térni, és még az Ivetre, mert reggel arra ébredtem, hogy van neki egy esemény meghirdetése, egy gardróbvásár. Ugye az ő gardróbvásárában voltunk évelején a kuzinommal, és most meghirdetett még egyet, méghozzá június 16-ára, délelőtt 11 órára, és még gondolkodom, hogy elmenjek-e, bár nagyon érdekel, hisz az első is jó volt, és lehetett vele találkozni. Ez egy közönség találkozó személyesen, akkor volt pezsgő, most pedig lesz kaja is, nem csak ital, még nyereményjáték szintén, ami érdekes lesz, szóval érdemes lenne elmenni, ezen még gondolkodom, pont délelőtt 11 órától, akkor, ha jól tudom, akkor délután 15 órától volt, és a B72 stúdió Bajcsi Zsilinszkin nem messze a Nyugati Pályaudvartól. Ja, mindenkinek ajánlom, szóval ez egy jó kis program. Jól tudom, 16-a szombat? Majd meg kell nézni pontosan a naptárban. Ez egy lehetőség, mert Ivettel szeretnék majd beszélni. Ugye az ötletemről személyesen, hogy a könyvet megírnánk közösen, vagy én megírnám neki a könyvet a videói alapján, vagy adna információkat. Összeállítom én neki szívesen a dolgokat, hogy abból legyen valami könyvformátum, de kóprodukcióba csinálnám meg vele a tervem szerint. Gyere, mit szól, rábólint, ez egy jó kérdés? Fogalmam sincs. Szóval érdekes. És ezzelről beszélgettem egy ismerősömmel is. Őt hívtam, hogy jöjjön el, egy nőről van szó, egy hölgyről, aki sokat segít nekem. Szinte már szponzorom ebbe a kozmetikai meg egyéb dolgokban. Hát ő mondta, hogy inkább más dolgok felé hajlik, nem akar részt venni az eseményen, őt nem érdekli, meg őt más egyéb valami napelemes dolgok, amiben ő már az eleinte akart belevinni, és meg is tudom érteni. Engem meg ez a téma érdekel, szóval egy karakter, akiről lehet írni, meg ugye felfigyelnek rá az emberek, és nagyon érdekes egy élettörténete van az Ivetnek. Érdemes nyomon követni a videóit. Meglepődtem, mikor ezt feltette az eseményt, mert én arra gondoltam, hogy hol lesz még gardróbvásár, az még odébb van, hát nyár, mindenki megy nyaralni, meg Szabira, és akkor lehet, hogy ezért is, de beletette a programjába, hogy lesz több csaja, meg divattervező is lesz, jól tudom, meg fotós. Szóval egy kis stúdió, viszont itt nagyon szép a környezet, sokan elfértünk múltkor is, és jó volt a vendéglátás, tehát személyesen fogadja az embereket, közvetlen, mindenkivel elbeszélget, és lehet tőle bármit kérdezni, tehát a szelfizésre szívesen igent mondott, és amit kérdeztünk tőle, arra válaszolt, a videózással kapcsolatban, akkor még kuzinommal teljesen a nullán álltunk, semmi elképzelésünk nem volt, semmit nem tudtunk erről az egészről. És ő adott ötleteket, például, ha a zenét felhasználunk, egyszer-kétszer, ha felhasználtam áttérbe zenét, de arra engedély köteles, abból lehet probléma, az ember jogtalanul felhasznál valamilyen zenét, valakinek a zenét, erre oda kell figyelni nagyon. És hát közvetlen,
ruhák közül lehetett választani. Úgy mentünk oda, hogy szétnézünk, és egyből jött az ötlet, hogy felvásároljuk a make-up termékeket, és eladjuk drágába, bár volt egy kis gyerészkedőses dolog. Én már úgy néztem szét, hogy próbáltam szakértő szemmel, hogy mit lehet ebből hasznot csinálni. Nem kifejezetten a haszon a lényeg, hanem a kapcsolatépítés, mert ez egy hasznos kapcsolat már most. Örült neki, hogy ott vagyunk, hogy ellátogattunk, mi is örültünk annak, hogy ez a lehetőség van Budapesten belül, és hogy részt tudunk ezen venni. Szóval ez fantasztikus. Ennek meg nagyon köszönöm mindannyiótoknak, hogy követitek a csatornámat, nézitek. Szóval már 8 óra alatt az előző videót már megnézték közel 10, meg az előzőt is, a sűsápi kőképes, az már elérte szerintem a 15-öt. Még nézzétek, és iratkozzatok fel a csatornámra, mert jövök az új videókkal, érdekességekkel, és minél változatosabbra szeretném, és viccesre is. Szóval szeretném, amikor jön vagy nyárad a Summerfest, 100 halombattára megint visszatérek, és hogy megint egy olyan lelkesítő legyen, mint a futballmérkőzéses. Szeretném úgy közvetíteni az eseményeket, úgy visszaadni videóban, hogy az mindenkinek a tetszését elnyerje. Nehéz lesz, tudom, hogy alacsony a nézettségem még, viszont arra törekszem, hogy minél többen megnézzétek, minél többetekhez eljussanak ezek a videók. Ezek most a terveim, hogy a gardróbvásár ugye jó lehetőség, szeretnék írni valami a jó kis könyvet, nem csak a naplókat, hanem valakinek az életrajzát is, és erre Ivett pontosan megfelelő, nagyon színes egyéniség, és hát ebből nagyon jó könyv kisülne szerintem, ami a tapasztalataim alapján is össze tudnék dobni. Egy kis gyakorlat nem árt sose, az ember valamibe belevág, hogy olyasmibe vágjon bele, ami a hobbija is, amit szeret is csinálni, az ember immel ámmal csinál dolgokat, azt nem, az ember bele se fogja, mert az nem fog jól elsülni. Ebben meg van gyakorlatom, íróasztal mellett tökéletesen tudok működni, meg terepen is, bár az az esős idő most betett a terepen való működésnek, de hamarabb lehetett végezni a dolgokkal, ez a lényeg. És remélhetőleg, még sajnos jönni fog az eső, viszont a nyára nagyon számítok, hogy jönni fog a nyára jó idő, a strandidő, és lehet menni egy kicsit nyaralni, és dolgozgatni a kertben, mert itt is ott a körülöttem, itt a kertünk. Itt van munka bőven, szóval szétnézek. Munka, 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 munka. És az ember inkább a pénzt szeretné, hogy ne kelljen dolgozni, és akkor csak hulljon ölébe a sok pénz. Ez nem ilyen egyszerű. Szóval kapom én is a tanácsokat, például a kozmetikai oldallal kapcsolatban is, hogy mit csináljak. Most ezt a titkosításos dolgot nem értem a Szandi részéről, miért kell titkosítani. Megkeresgéltem is, hogy hogyan lehetne, mindegy. Nem nagyon akarom ezt a titkos dolgot, mert legyen nyílt egy oldal, nem? Ha valami termékeket mutatok, ne legyen már leszűkítve. Én ennek ellene vagyok, hogy korlátozva legyen egy oldal, csak mert benne semmi értelme. Minél nyíltabb legyen, minél több emberhez eljusson. Engem is szokott zavarni az, amikor valami jó üzenet, egy frankon jó példa, nem jut el az emberekig, mert valami akadályoztatja bármi. Jól mennek a dolgok, akkor valakinek biztosan nem fog tetszeni, sose azt kell nézni, hogy mik a vélemények, hanem csinálni, 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 mert ez is, ezek a videók is a jó ügyet szolgálják. Itt a programajánlót mondtam, június 16-11 órától B72-es stúdió, nézzetek utána az interneten, iratkozzatok fel a csivetka.com-ra, tehát nem hiába használom azt, hogy csivetka bandi,
ezt a nevet, és felvettem aztán, hogy ez nincs levédetve, én úgy tudom, remélhetőleg. Nem érez retorzió, hisz reklámot csinálok, szeretek reklámot csinálni termékeknek, oldalnak, személynek, ami nekem tetszik, az biztos, hogy kap felületet, az izgalmas dolgok, meg az érdekes dolgok. Tehát itt ez a program mindenkinek adott, aki akar, elmehet, hétvégén lesz 11 órától, nyereményjátékkal egybekötve, tehát panasz nem lehet. Akkor volt nekünk panaszunk, mert nem volt pogácsa, pezsgőnek örültünk, majszoltunk volna még valamit. Most ezt ivették, pótolják, lesz ennivaló az innivaló mellett. Aki szeret inni, az tuti, hogy jó helyre megy. Aki meg eddi is, most megkapja a kárpótlást, ha volt és nem kapott finom falatokat, lesz. Hát remélem egy picike svédasztal, vagy szendvicsek, ilyesmire lehet számítani. Ja, és mondták, hogy beszélek, de nincs mondani valója. Most van mondani valója, igyekszem, hogy legyen mondani valója a videóimnak, minél összeszedettebb legyek, és minél többet csinálom a videóimat, persze a gyakorlat is ezzel együtt jön. Tapasztalom, hogy mi a jó, mik például a fényviszonyok, és igyekeztem úgy kijönni a kertbe egy olyan helyszínre, hogy minden megfelelő legyen, a hang is remélem, lehet hallani a hangomat is. Szerintem a tegnap este egy kicsit nem volt annyira hangban jó, ez viszont visszahallgatom és tökéletes lesz, és nektek is hallani fogjátok, hogy mit mondok. És még ami történik, program, fontosabb esemény, érdekesség, gondolom szeretnétek, hogy csinálják még videókat sűrűsápról, ne csak a kőképről, a templomról, tápjóról, sápi templom, kapás udvar, annyi látnivaló van itt, hogy ez hihetetlen. Meg a környező településekről, tápjószecső, úri, kóka, akár mende, puszta Szent István. Például Mendén is van egy ismerősöm, aki nagyon érdekes egy hölgy, és ővel is lehetne egy közös videót. Ez egy ötletem, fel kellene venni vele a kapcsolatot, és lehetne csinálni Mendéről is, mendei állomásról, vagy az ottani látnivalókról, nagyon szép az a dombsági része, az egyik legszebb, tehát mi se vagyunk lemaradva, mi dombjaink is nagyon szépek. És láttam egy olyan képet, szintén egy hölgytől, aki a dombok egyikéről csináltatott magáról fotót, nagyon szuperül sikerült, nagyon tetszett. Tehát még ott is akár zenei klippet lehetne forgatni a dombjaink tetején, mert annyira látványos, annyira jó. És elnézést, kezd merülni az aksim. Ezt használtam ki, hogy még van szufla a kamerámnak az akkumulátorába, és mondom, ezt a felvételt még megcsinálom mai nap, és egyre jobban belejövök, szóval, és egyre lelkesebben csinálom, szeretnék minél többet beleadni, minél jobb minőségben a videóimban. Szóval dicsérem a dombjainkat, mondtam a programajánlót, június 16-11 órától B72-es stúdió a nyugati pályaudvar közelében. Egy 10 perc séta, ott vagytok a nyugatinál, megtaláljátok. Ott van az a felüljáró szerűség, stb. Nem kellett sokat keresnünk Szilvivel, hamarabb megtaláltuk. Kis aluljárós gyaloglás volt, meg stb. Ismerem azokat a részeket, nem fogtok eltévedni, és nyomjátok meg a kapucsengőt, beengednek. Ott volt egy kis átcsorgás a kapu előtt, megoldódott, behütöttünk, azt is kiokumáltuk, hogy hanyadikon van a stúdió. Nagyon jó volt. Most azt terveztük akkor, még a dédit is visszük, mert olyan ruhák vannak, olyan divatos szettek, érdemes őket megvenni, a make-up cuccok, meg valami frenetikusak. Frenetikusak, hát körül kell nézni és válogatni, venni, mert ezek olcsón vannak felkínálva, és minőségi termékek.
enni, innivaló, nyereményjáték, közönség találkozó, ismert arcok, youtuberek, ivettel az élen. Hajrá, legyetek ott, jöjjetek el, nagyon jó program lesz. Ajánlom mindenkinek. Sziasztok!